Egy újabb, a járműiparban érdekelt gazdasági társaság kezdte meg működését a Komáromi Ipari Parkban zöldmezős beruházásként. Az Autoneum svájci vállalat Európa 100 legnagyobb gépjárműbeszállítóinak egyike. 25 országban van jelen, több mint 12 ezer munkavállalót foglalkoztat. A cég hő- és hangszigetelő anyagokat gyárt kárpitokba, valamint speciális habosított szőnyeggyártással is foglalkozik. Több olyan magyarországi autógyár is az ügyfelei közé tartozik, melyeket a komáromi gyárból szolgálnak majd ki. Az önkormányzat 2011-ben kezdte el az ipari park fejlesztését. Sokan megmosolyogtak minket, hogy a legnagyobb válság idején van ennek létjogosultsága. Ugye most már sokadik cég, amelyik erre a területre tudott ide költözni Komáromba és itt megkezdeni a tevékenységét, tehát azt gondolom, hogy az idő bebizonyította, hogy helyes volt ez a döntés, és a munkahelyteremtés szempontjából is kiemelt jelentőség, és természetesen a helyi adóbevétel szempontjából is fontos, hogy újabb gazdasági vállalkozások települjenek ide Komáromban. A svájci anyacégnek az igazgatója többször kihangsúlyozta, hogy Komárom az egyik lehetséges helyszín volt az előkészítő tárgyalások során, és ezt mi is érzékeltük egyébként, amikor hónapokon keresztül a tárgyalóasztalhoz ültünk, hogy a legfontosabb szempont, és igazából a döntő érv az Komárom városa mellett az új Dunahídnak a megépülése volt, ugyanis az ő ügyfélkörükben több olyan járműipari beszállító is tartozik, vagy cég, amelyik vagy Csehországban, vagy Szlovákiában van a központja, ezért az új komáromi Dunahíd egy olyan lehetőséget biztosít nekik már a teherforgalom kapcsán, ami miatt Komárom vonzóvá vált, és ezt a beruházást itt valósították meg. Az elmúlt esztendőkben egy dinamikus, határozott és progresszív fejlődésnek lehetünk szemtanúi Komáromban. A komáromi ipari parkban világvezető, csúcs technológiát gyártó és szállító cégek telepedtek le. Győr mellett Komáromban ki tudott alakulni egy másodlagos, az autóipart kiszolgáló gyártóközpont, mely munkahelyet teremt, húzza a térség gazdasági képességét és a képzési igényeket is, mondta Cunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő. Jelen van együtt a gazdaság élénkítést, gazdaságfejlesztést és a térség gazdasági fejlődését szolgáló helyi gazdaságpolitika. Ehhez társul és minden esetben segítséget nyújt a kormányzati befektetési és beruházás ösztönző politika, amely szintén egy nyitott és szintén progresszív irányt vett fel. Jelen van az innováció és az új technológiai megoldásoknak a magyarországi megteremtése és letelepítése, és jelen vannak, és tervben vannak azok az infrastrukturális fejlesztések, amelyek kiszolgálják ezeket a gyártási technológiákat és ezeket a cégeket, úgyhogy azt gondolom, hogy nem csupán a 150 munkahely, ami szintén fontos a térségben, nem csupán a beruházás volumene, nem csupán az, hogy az autóipari jellegét a térségnek, a járműipari központi jellegét a térségnek erősíti, hanem az a tény, hogy fejlődik, erősödik és épül a térség, ez mindenek felett örömre és biztonságra ad okot nekünk itt Komáromban. A gyár jelenleg 500 ezer autó kiszolgálására alkalmas évente, azonban a kétütemű fejlesztéseket követően ez a szám akár 1 millióra is emelkedhet. A társaság Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb beszállítója lehet ebben a szegmensben.